Péntek este Bázelben lép ringbe először külföldön kötelek közé az új nehéz súlyú magyar bajnok, Csala Zoltán. A veretlen szegedi bunyó Svájcban a koszovói származású Arnold Gregály ellen vív egy 8 menetesre tervezett meccset. Csala az utolsó simításokat már Budapesten végezte, és elmondása szerint remekül föl tudott készülni veretlen ellenfelére, és hisz abban, hogy sikerül meglepetés győzelemmel hazatérnie Bázelből. Nehéz súlyú mérkőzésről beszélünk. Ugye nem titok, hogy a két nagyütő találkozik, az Zolit hát mindenképpen a nagyütő közé sorolom, az ellenfél is, Arnold Gregály, úgy gondolom izgalmas mérkőzés lesz. Az esélyek megint, hát azt mondhatjuk, hogy mindenképp hazafele húznak, de Zoli hozzáállása alapján nyugodtan mondhatom, hogy igenis esélye lép szorítóba. Nem is akar beszélni jó meccsről, nem akar beszélni egy végboxot, vesztes meccsről, csak egy kiütéses győzelem jöhet szóba. Azonnal igent mondtam rá. Mondta, hogy mi a mérleg a fiatalembernek, hát az úgy, hát hirtelen azért az nem rossz, azért annyi béna emberre nem boxolhatott, de hát örömet éreztem, meg fogom oldani. A külföldi szereplés az már egy régebbi terve között szereplett, igazából engem megkeresett, azt mondta, hogy szeretne külföldön boxolni, szeretné kipróbálni magát, de ahhoz persze néhány itthoni mérkőzés is kell. Hát néhány itthoni meccsen túl vagyunk, most már jöhetnek a komolyabb megpróbáltatások. Erősnek gondolom, hosszú kezei vannak, de zavarba lehet hozni, hogyha az ember rámegy, megtámadja. 6-8 hetet tudtam készülni a mérkőzésre. Úgy érzem, hogy jól sikerült, megnéztük az edzőkkel is, elemeztük az ő mérkőzéseit. Betanultunk egy pár dolgot, hogyha az egyik nem jön be, akkor tudjunk máshoz is nyúlni. Higgadtan kell boxoljak, nem szabad azért úgy fejetlenül mennem előre, mint amikor Zoli ellen bunyóztam. Kicsit tudatosabbra vettük a figurát, többet is bírtam edzeni, majdnem minden nap edzettem, egyedül szombat volt a pihenő egy héten. Úgyhogy szerintem jó lesz, tudom hozni. Sok mindent várnak el tőle, remélem, hogy tényleg helyt fog állni és bizonyítja azt, hogy nem csak öreg, hogy jó, hanem ő is. Kimegyünk, boxolunk egyet, aztán meglátjuk. Hát vannak már további tervek is, esetleges győzelem esetén, esetleges jó mérkőzés esetén. Újabb kapuk nyílhatnak meg számára. Én bízom benne, ő is bízik magában, mi kell több a győzelemhez, ennyi kell. Hát többen szoba hozták, megkérdezték, hogy lesz-e golyó Csala mérkőzés. Ezt most így nem tudom megmondani, általában azt válaszoltam, most is azt mondom, hogy sok minden kell ahhoz, de nem csak nálunk, hanem máshol is, hogy két veretlen bunyós találkozzon a ringben. Hát nem tudom, előfordult, hogy lesz, Zolival beszélgettem erről, ő neki most nem célja egyenlőre a címét megvédeni, legalábbis nem ideje korán, ugye hát decemberben szerezte meg a magyar-amerikai címet, egy éve van a megvédésre, úgyhogy valamikor december környékén majd lehet erről beszélni, hogy golyó lesz a címvédő, ellenfél, vagy más lesz, vagy addig mi lesz Zolival, veretlen lesz, vagy lesz neki egy-két vereség, azt én sem tudom megmondani, de lesz addig feladat, az biztos. Az első feladat ezen a héten lesz, és én nagyon bízom benne. Nagyon akarok, ezt csak így rakom be agyba. Sokan mondják, hogy nem probléma, ha esetleg, ha becsúszik egy vereség, nem törne össze, de muszáj így berakni fejbe, amikor az ember ott van, ott benn vagyok, jönnek el minden, amikor előjönnek a gondolatok, egy halvány szikráját se akarom annak, hogy na most fú, még a közelembe se jöjjön ilyen gondolat, hogy nem baj, eddig jó volt ez a pár menet, most már se baj, ha véget ér, ez csak győzelemmel zárulhat, máshogy nem.